mostnak így a figyelmüket, és vagy folytassuk azzal, és vagy hívjam ide a színpadra színész vendégeinket, a Nemzeti Színház társulatának tagjait, akik a Madách Imre Ember tragédiája produkcióban szerepelnek. Tisztelettel köszöntsék itt a színpadon Ács Eszter színművésznőt, aki majd Évát játsza az Ember tragédiájában. Igen, Eszter, kérlek, hogy a középre ülj be, jó? A hét hely közül a lehetséges. Aztán Berettyán Sándor, aki Ádámot játsza. És meglehetősen formabontó módon öt luciferünk is van. Közülük hárman itt vannak, ketten majd csatlakoznak hozzánk, mert éppen Zsolt és Sándorral még próbálnak, de már úton vannak ide. Köszöntöm Szabó Sevestyén Lászlót, Fehér Tibort, Berettyán Nándort, és majd ha megérkezik a két másik színművészünk, akkor őket is bemutatom. Most belepleződtünk, mert ez a technikai oka van annak, hogy a végén beszélünk erről az előadásról, hogy Sándor Ungrába elengedje a két színész emberkénket. Nem sikerült úgy időzítenünk, hogy itt legyenek, de tényleg utol vannak? Utol vannak, igen. Jó, tehát tessék, két perc majd van. Jó, de akkor majdnem sikerült. Úgyhogy addig Attila, parancsolj néhány szó a tragédiáról. Valóban különleges lesz, ha lehet ezt így mondani, de én szívemből, ha beszélek, azt mondom, hogy minden produkció különleges lesz, mint ahogy minden egyes alkalommal úgy állunk hozzá, hogy különleges és fontos előadás szülessék, aztán ugye a színház csodájához az is hozzátartozik, hogy néha sikerül, néha nem. Fontos hiánypótlás, ezzel kezdtem. Az Ember tragédiájának itt kell lenni a repertoáron, korábban is terveztem már, én körülbelül 25 éve rendezem az Ember tragédiáját folyamatosan. Tehát legalább 5 változatban csináltam meg, volt közte szobaszínház, és volt közte Zsándékon szabadtéri előadás, és Gyulán vároldalában, Földkupac tetején volt, Szegedi szabadtérin, óriási 70 méteres színpadon, nagy statisztériával előadás, és valahogy úgy vagyok vele, hogy ugyanúgy, ahogy a Bánkbánnal, én folyamatosan rendezem ezt az előadást, mindig kerülnek bele új elemek, átveszek a korábbi előadásaimból elemeket, itt is lesz majd olyan, ami már korábban megszületett gondolat, egész 90-es évek közepéből, és lesz nyilván új is, remélhetőleg sok. Alapvetően lesz egy nagyon érdekes felállás, mert arénává alakítjuk a Nemzeti Színházat, magyarul a közönség ül, ahol amúgy is ül a nézőtéren, meg ülni fog a színpadon, négy oldalról vesszük körbe a játékteret, a süllyedő rendszerünket fogjuk tulajdonképpen körülülni, ezzel megnövelve a nézőszám lehetőségét egészen 800 férőhelyig. Ez egy feladat a szervezésnek. Azért is különleges lesz, mert a beépítés nyilván több időt igényel ebből a szempontból, tehát olyasmit fogunk csinálni, amit eddig még nem csináltunk. Bemutató után 10-szer játsszuk el, tehát egy kicsikét ensuite jelleget kap, aztán majd beáll szépen, és majd nyilván megfelelő adagolásban fog jönni, de biztos, hogy egy különleges színházi élmény lesz. Ilyen szempontból most volt a tervelfogadásunk, tehát halad minden a maga útján. Alexandr Belazubbal és Jeremiás Biancával csináljuk a teret és jelmezeket. És hát azért van, tehát ez így, hogy öt lucifer, szóval a gondolat, egyik központi gondolat a választás lehetősége. Az, hogy eldönteti Farkas Dénes, köszönjük szépen. Már is, nem láttam, így állok. Köszönjük. Szóval a választás lehetősége, hogy létezik a darabon belül egy lehetőség a Lucifer után menni, a luciferi gondolat mentén létezni, és létezik a lehetőség, megadatik a választási lehetőség, az, hogy egy isteni út mentén létezzünk, ez így nagyon didaktikusan hangzik, abból indulunk ki, hogy szembesülünk és fiatalok fogják csinálni az előadás nagy részt, természetesen vannak a történelmi színekhez
színészek is, hogy görgessük tovább a történetet, haladjunk vele, de a szembesülés, a halálra ítéltségünkből az, hogy alakik egy arasznyi lét, mondja Madács, ami idő alatt kell kiteljesülnünk, és valamit ezen a világon változtatnunk, létrehoznunk. Én nagy-nagy várakozással vagyok, egy különleges, nagyon nehéz rendezői szempontból, nagyon nehéz tér, amikor négy oldalról néznek, nem nagyon lehet elbújni, de ez egy lehetőség is, hogy a néző egy kicsit velük legyen. Ernő Vereves ötlete volt, hogy kezeljük úgy a nézőt, mint a jövő emberét, és úgy próbáljuk vele majd kommunikálni, tehát ez egy nagy-nagy kísérlet is lesz ilyen szempontból. A Madács szöveg meg mindig aktuális, a buta mondatra vetemethetek, tehát szóval nincs aktuálisabb, mert az élet halál nagy kérdéseit boncolgatja. És szeretném, ha együtt tudnék gondolkodni ezekkel a fiatal emberekkel, akik most szembesültek nem olyan régen a halálra ítéltségükkel. Na, hogy ilyen optimista véget keresítsen. Köszönöm szépen, és akkor a színészekhez fordulok. Eszter, mert kezdjük, ha megengeded. Éva szerepe, nyilván a kihívás az, ezt nem is kell magyarázni, a kihívás nagyságát. Hogy gondolsz most erre? Igen, pont erről akartam beszélni, de nagyon izgatott vagyok, az biztos elsősorban. És nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a pályám elején egy ilyen nagy lehetőséget kaptam, amikor már így elterjedt a hír, akkor mindenki egyrészt nagyon örültek, másrészt nagyon sajnáltak, hogy ez egy nagyon nagy kihívás és egy nagyon nagy feladat. Én Vidnyánszky tanárunknak már két előadását is láttam ebből a tragédiából, úgyhogy én is nem vagyok ilyen szempontból, nem új nekem ez a dolog, de nagyon izgatottan várom az együtt dolgot. Igen, ez az együtt dolgozás, és már a Csongor és Tündében és a Bánkbánban is dolgoztunk együtt, így a három nagy magyar drámán kapcsán, úgyhogy ezt is most nagyon nagy izgalommal várom. Köszönöm szépen, Eszter. Sándor, Ádám szerepében. Azt szeretném elmondani, hogy amikor bennültem a igazgatónál és tájékoztatott engem a jövő évi elfoglaltságaimról, akkor az Ádámmal kezdte, hogy ember tragédiája Ádám. Hát én akkor így kb. Kiütöttem. És utána ő még sorolta, hogy milyen feladatok fognak még rám várni. És miután kijöttem és leültem és megpróbáltam magamhoz térni, akkor így nagyon komolyan el kellett gondolkodnom, hogy miket mondott még. Mert egyrészt meglepett, és hát rögtön éreztem a súlyát ennek a feladatnak. Elképesztő elődök játszották már ezt a szerepet, és hát pontosan ennek a tényében tudom azt, hogy ez mekkora feladat, felelősség, ilyen fiatalon, ilyen csapattal, a Nemzeti Színházban. Én nagyon-nagyon várom már, tehát hál' Istennek van még időnk. Olyan értelemben a próba folyamat elkezdéséig. Elkezdek rá én magam külön készülni, már ez anyagokat kerestem, gyűjtöttem, úgyhogy én már nagyon-nagyon várom, tehát én már legszívesebben most elkezdeni. Köszönjük szépen! Lucifer Quintet, Dénes, kezdettel? Igen. Jó napot kívánok, köszönöm. Azt szeretném megmondani, hogy titokzokni van rajtam, tehát nem mondasz, hogy nem vettem fel az okni. Titokzokni van rajtam. Elnézést kérek, tehát a következő... Köszönjük, Dénes! Az ember tragédiáig fog kezdődni. Szóval csak annyi, hogy én nekem is nagyon nagy megtiszteltetés ez a feladat, arra számítottam, hogy én fogom játszani ezt a szerepet. Elég is sokan leszünk, de hát majd fogom javasolni az Attilának, hogy az előadás végén lehet a közönségnek egy szavazást biztosítani, hogy ki volt a legjobb Luciter az este. Úgyhogy majd erre búzítok mindenkit, hogy szavazzon, és arra szavazzon, aki a visszatérhetően nagyon szuper feladat. Szuper feladat, nagyon örülök neki, ez az egyik legnagyobb magyar, illetve a világon az egyik legnagyobb férfi szerep. Fantasztikus monológiai vannak, elképesztő jó páros jelenetei.
És hát nagyon jó csapat lesz, hallottam, hogy benne lesz a kaposvári osztály, Bozsik Ülemér az osztálya, őket is nagyon várom, főleg a hölgyeket. És hát szerintem ez egy jó munka folyamat lesz, itt vannak a srácok, ők is elég jók. Úgyhogy adom tovább a mikrofont, jó? Köszönjük szépen, Dénes. Már? Rajzad milyen zoki van? És Jábón játszik rögtön a Rúziper után, szóval. Szóval számomra is nagyon izgalmas, meg megtisztelő feladat. És főleg nekem az nagyon izgalmas ebben, hogy azért annyi nagy drámai hagyománya van a görögökön át, tőlük kezdve Shakespeare-en át egészen Brechtig, amíg az idealista jelenség vitatkozik egy realista jelenséggel, és ebből kavarodik valami nagy drámai vihar. És olyan furcsa közben azt 23 évesen, amikor valahogy még minden iránt olyan egészséges idealizmust érzek, hogy most majd valami realista, valami megélt gondolatokat, valami kézzelfoghatót kell megfogalmazni, nem pedig valami ideálisat. És ez, hát félek tőle, de közben nagyon izgalmasnak tartom. Én is örülök a srácoknak. Köszönöm szépen. Sebi? Nekem az első színpadi találkozásom az Ember tragédiájával, az Debrecenben volt, az Ádámok és Évák ünnepén, az első debreceni ilyen Ádámok és Évák ünnepén, amikor mi Adis diákokként, drámatagozatos diákokként megcsináltuk a Falaszter színt. Benne voltunk így, hát itt körülben hárman, illetve hát Nándi rendezte, de benne is voltál, arra nem emlékszem. Én abban már voltam Lucifer, picit, és Sanyi volt a tudós, és mi raktuk azt így össze, fiatal diákok, és aztán ennek kapcsán az volt a jutalmunk, hogy a szegedi szabadtéri tragédiában részt vehettünk, mint statiszták, és az egy nagyon nagy élmény volt, akkor végeztünk a gimnáziumban, és az volt az első ilyen nagy kiszabadulásunk így az iskola falai közül, szóval már ott az ember megtapasztalta és szembesült azzal, hogy micsoda gondolatok és micsoda tulajdonképpen vérfagyasztó, komolyságú és mélységű mű ez az Ember tragédiája. És hát ugye, ahogy az ember ezzel foglalkozik, aztán később egyre inkább látja, és egyre inkább érzi azt a fajta tényleg hátborzongató dolgot, hogy hogyan is és mi is vár ránk a jövőben, és tulajdonképpen merre is tart a mi emberiségünk így. Tulajdonképpen a London és a Falaszter között, ahol mi most vagyunk. Szóval, ha az ember belegondol, akkor tényleg a küzdés bízva bízzel marad, mert másban nem nagyon lehet kapaszkodni. Szóval én nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozhatunk is, és abban bízom, hogy majd közösen egy nagyon komoly és egy nagyon, nagyon mély előadást tudunk majd készíteni. Köszönöm szépen, Fehér Tibor! Amikor bemegy az ember az igazgatójával tárgyalni, akkor nagyon izgatott, és várja, hogy miket játszik jövőre, milyen darabok van. És akkor mondta az Attila, hogy Ember tragédiája, Lucifer. Hát század másodpercek alatt rengeteg érzés, csodálatos, szívdobbanás, majd folytatta, hogy az egyik. Ja, és ugyankor próbálja az ember leplezni a csalódottságát, meg próbálja azt mondani, hogy ez milyen jó ötlet. És aztán kijöttem, és aztán sokat gondolkodtam ezen. Aztán megkaptam, hogy sorra derültek ki, hogy kik lesznek a luciferek. És igen, mindig az emberek ugye vadásza már, hogy voltál, de igen, mit játszol? Ugye ez meg. És gondolkodtam sokat, hogy hozzá mindig is közelebb állt, mint a Lucifer karaktere, mint mondjuk az Ádám karaktere, és nekem a bölcsességet tetszik nagyon ennek az embernek. És ha egy színész játszaná, akkor óhatatlanul gesztusban, mimikában, tulajdonságukban mindig ismétlődnek. Mert hát emberek vagyunk, és egy van nekünk. De így, hogy öten játszók, borzasztó színes tud lenni majd ez a karakter, változatos tud lenni, és szerintem nagyon izgalmas az, hogy nekünk ötünknek egynek kell lenni, de mégis teljesen másnak. Szóval borzasztó izgalmas munka lesz, és hát a mondat picit átértékelődik, nem adhatunk mást, csak mi lényegünk. Andi? Tudja, hogy már Sadi említette, én nekem is az első színpadi megjelenésem az a szegedi Ember tragédiájában volt.
azt hiszem 150-en voltunk, hogy talán statiszták. Csaba voltam én az egyik, és tanárról azt mondta, hogy emlékszik rám, de erről. Igen. És hát én nekem az nagyon azért volt részben borzasztóan meghatározó, mert ahogy a... Tehát ugye ott Rizs volt Lucifer, és ez a... Olyan fantasztikusan, és olyan én számomra olyan milyen meghatározóan játszotta ő Lucifert, ami ilyen elképesztő élmény volt, és amikor tanár úr elmondta, hogy én is egy Lucifer leszek, akkor rögtön az jött eszembe, hogy vajon azt a... Vajon hanyas Lucifer leszek? És hogy hát, hogy azt a teljesítményt, amit a Joel letett, azt valahogy el lehet-e érni. De most azon gondolkodtam, hogy ugye az 7 éve volt, talán a szegedi 11-ben, akkor ugye a 150 statisztáról voltam az egyik, most az 5 Luciferből vagyok az egyik, hogy tervezem, hogy 7 év múlva egy monodrámát csinálok. Köszönjük szépen minden nyíltoknak, és sok sikert a darabhoz. Attila, a végére esetleg? Mármint a tragédia végére? Még azt szeretném elmondani, hogy úgy, ahogy a János Vitézből létezik egy János Vitéz misszió, és betölti szépen a szerepét, bár az elfoglaltságok miatt nehezen tudjuk játszani, nem elégszer. Úgy, ahogy a Bang Bangból készült egy Bang Bang misszió, és járjuk az iskolákat és utazgatunk vele, úgy az ember tragédiából is fog készülni egy ember tragédiája misszió, vagy nem tudom, valami címet még találunk neki, a Bozsi Kivett osztályjal, úgyhogy ennyi még így az a végtében.